Újraindítjuk a gazdaságot, indulnak a 2021-27-es uniós források. Ez volt a címe annak a fórumnak, amit a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatótermében tartottak Szekszárdon. Az eseményre dr. György László gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel érkezett azért, hogy a vállalkozók tapasztalatait, véleményét összegyűjtsék. A rendezvény legfontosabb célja a vállalkozások tájékoztatása 2021-27-es programozási időszak induló pályázatairól volt. A régió vállalkozóinak igényeit dr. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke foglalta össze. A pályázatok tekintetében elsősorban a kis és mikrovállalkozók szeretnének több pályázathoz jutni. Másrészt a gyors elbírálást szeretnének, és minél hamarabb döntést. A felvetésekre dr. György László úgy reagált, a rendszer a változtatásoknak köszönhetően gyorsabb, egyszerűbb és átláthatóbb lesz, ami azt jelenti, hogy az eddigi eszközpályázatoknál a korábbi átlagos 8-9 hónapos átfutási idő mostantól 2-3 hónapra rövidül. Ami még nagyon fontos, hogy nem sima visszanemtérítendő támogatási formák vannak, hanem úgynevezett feltételesen visszanemtérítendő támogatási formák. Elterjedt az a közhiedelem, hogy ingyen pénzt kapnak a vállalkozók, és a vállalkozások, ez nincs így. Feltételeknek kell megfelelniük, a hazai gazdasági növekedést kell húzniuk, a magyar gazdasági növekedés kétszeresével kell bővíteniük a bérüket, a foglalkoztatást, tehát a munkahelyek számát, vagy éppen a nyereségüket, amit reményeink szerint visszaforgatnak a tevékenységükbe. Ugyanez jellemzi nem csak a beruházás ösztönző programokat, hanem a vállalati képzési programokat is. Az államtitkár hozzátette, ezzel kapcsolatban a cél az, hogy a magyarok felkészüljenek a 21. század technológiai kihívásaira, ezért alakították át a felnőtt képzési és erősítik a szakképzési rendszert. Az egyetemek fejlesztésére több mint 2600 milliárd forint áll rendelkezésre a következő időszakban, erre korábban sohasem volt példa, összegzett a politikus. Az a célunk ezzel, hogy a gyorsan változó technológiai környezetben, a 2020-as években és a 2030-as években a munkaerővel szemben támasztott, megnövekedő és gyorsan változó igényeknek a magyar dolgozók, a munkaerő meg tudjon felelni. Erről szól a program, erről szólnak a programjaink, erről szólnak a fejlesztéseink. A megújult vállalkozói információs portállal kapcsolatban dr. György László elmondta, ahhoz, hogy a vállalkozók és a munkavállalók egyaránt fel tudjanak készülni a jövőre, tudniuk kell, hogy hol találnak tudást és támogatást. Ezért hoztuk létre a vállalkozói és információs portált, ahol a vállalkozók testre szabott információhoz juthatnak a lehetőségekről, tette hozzá az államtitkár. Az összejövetelen a megjelentek kérdéseiket is feltették, a rendezvény így kötetlen beszélgetéssel zárult.